Most akkor nézzük meg, mit nyilatkozott a vesztes Boris Tadics eddigi elnök. Boris Tadics az este fél tisztájban járult az újságírók elé, és megválaszolt minden feltett kérdést. Ma volt az elnökválasztás második fordulója Szerbiában. Az ország polgárai úgy döntöttek, hogy Szerbia új elnöke Tomislav Nikolić legyen. Tomislav Nikolićnak gratulálok új funkciójához. Ez fair és megérdemelt győzelem volt. Sok szerencsét kívánok neki az államfői teendők végzéséhez. Tadić szeretné, ha Nikolić tisztában lenne új funkciójának súlyával, mert mint vallja, nem olyan könnyű az államfő dolga. Tragikus tévedés lenne az, ha Szerbia most visszatérne a 90-es évekbe, vagy ha megváltoztatná stratégiai irányultságát. Az európai felzárkózás Szerbia számára felbecsülhetetlen fontosságú. Ez nem filozófiai kérdés, hanem a béke és a gazdasági fejlődés politikájáé. És én, mint az ország volt elnöke, amennyiben a mondanivalómnak ma releváns értelme van, arra szólítom fel Szerbia politikai erőit, hogy folytassák Szerbia európai irányultságú stratégiáját. Az előttünk álló időszak igen összetett lesz. A negatív következmények hatásait is még legkevesebb egy évig érezzük, de ki kell bírnunk. A volt államfő, mint mondja, az eredménytől függetlenül nem bánta meg, hogy lemondott, s előrehozta az elnökválasztást. Egyáltalán nem bántam meg, és most szeretném elmagyarázni. Az ötletnek pusztán gazdasági vetülete volt. Szerbia gazdaságilag nehéz helyzetben van, ezért nehéz és komoly döntéseket kellett meghozni. Így a választásokról is dönteni kellett. Vigyázni kell arra, hogy Szerbiának ne legyenek felesleges kiadásai. Tadić szerint nem szerencsés az ország nehezen visszaszerzett tekintélyét most kockára tenni. Nem érzem magam felelősnek azért, amiért ilyen alacsony a részvételi arány. Tulajdonképpen nem tartom magam hibásnak mindazért, amiket az úgynevezett politikai értelmiségiek emlegetnek. Én minden tőlem telhetőt megtettem az elmúlt években. Tényleg. Megtettem mindent azért, hogy megteremtsük a békét, hogy az ország intézményeinek működése helyreálljon, és ez nem volt könnyű feladat, mert mi egy nagy mínuszból indultunk. Tadić újságírói kérdésre válaszolva elmondta, nem mond le a párt éléről, és egészen biztos, hogy nem lesz Szerbia kormányfője. Az új kormányról pedig a bejelentések szerint ma kezdődtek meg a tárgyalások. Gábor, te más választásokról is tudósítottál nagyon sokszor már eddig, és a legutóbbi választáson Franciaországban is hatalomváltás történt. Magyarországon 2 évvel ezelőtt szintén hatalomváltás. Most ez ilyen trend? Hát különböző trendekről van szó, mert Franciaországban a baloldal jutott és jut, mert még lesznek parlamenti választások, csak elnökválasztások voltak. Magyarországon a jobb oldal. Én azt hiszem, hogy azt lehetne összehasonlítani, hogy tulajdonképpen Franciaországban elnöki rendszer van, egyedülállóan komolyabb országok közül, nagyobb ország közül Európában, hasonló, mint az Egyesült Államokban. Tehát ilyen inkább a német rendszer működik máshol, úgyhogy Szerbiában is azért fontosak az elnökválasztások, mert éppen a Tadić személye miatt, amit már az előbb elmondtunk, hogy hát ő egy személyben testesítette meg az elnököt is, meg a kormányt is, és mindent. Szóval ebben az esetben nem így van. Most Európa szerte a baloldalnak áll a zászló, több helyen a baloldal szerzi meg a hatalmat. Hát Görögország egy teljesen kivételes és szélsőséges példa, ott mostan arról van szó, hogy bekövetkezik a gazdasági csőd, újból megismételt parlamenti választásokat tartanak. Azt hiszem, hogy Európában a komolyabb tényezők elsősorban a német kancellárasszony és talán az új francia köztársaság elnök is részben már leírták Görögországot, úgyhogy most már úgy készítik elő a terepet, hogy az euróövezetből való kiválása ne váltson ki nagyobb megrázkódtatást a többi országban. Na most nálunk az első forduló után nagyon sok szó esett arról, hogy választási csalás történt. Egyesek már szinte a CESID-et vádolták, hogy rossz adatokat tett közzé. Csalás történt, vagy a CESID végzett rossz fölbecslést, vagy hogy is volt ez? Pék úr, tessék.
Hát, hogy most a csalás történt-e vagy nem, ezt nem itt kell, hogy eldöntsük, meg nem mi vagyunk a hivatottak, hogy eldöntsük valójában. Mindenféleképpen meglepőek voltak a különböző információk, amik lejöttek a médiába. A CESZID-et mindenféleképpen olyan erős szervezetnek tartom, ami ekkora tévedéseket nem engedhet meg magának, amik történtek. A megfelelő lépések meglettek bizonyos értelemben téve, kivizsgálják az ügyeket. Nem is a választási csalásokról beszélnék én itten jobban, hanem úgymond a szociális szavazat vételről, a csomagok osztásáról. Ezek jobban kihattak kisebb környezetekben az embereknek a szavazásuknak a mi voltára, amivel nagyon tudjuk sajnos, hogy az országban nagyon nagy a szegénység, és egy csomag pár ezer dinár szavazatvétel sokat számít, vagy számított egyes családoknak. Ha jól tudom, a CESZID exit poll eredmények alapján adja közre az eredményeket, az annyit jelent, hogy a választókat megkérdezik, amikor elhagyják a szavazó helyeket, hogy kire szavaztak, és ennek alapján építi fel. És azt teszi, most is az elég nagy pontossággal eltalálta az eredményeket. És ha erről beszélünk, itt gondolom arról van szó, hogy a VMS elnök jelöltjének a szavazatainak aránya az nagyon kicsi mindenféleképpen. Ez nem minősíti az elnök jelöltet, csak hát ennyien vagyunk mi magyarok. De ja, igen. Tehát és ebben az esetben 1-2% már nagyon sokat jelentett. Szerintem erről van szó, valaki elhamarkodottan úgy számolt, hogy az előzőleg kiadott 2,5%-ot beszorozta a szavazásra jogosultak számával, ezzel jött ki az a szám, ami utána 30 000-re csökkent. Egyre csökkent. Pékur, a VMS tehát 5 mandátumot szerzett a köztársasági képviselőházban, és ön az 5. a listán, tehát ön az új képviselő. Igen. Milyen célokért fog küzdeni a parlamentben? Hát először is a programunkban, amiket megfogalmaztunk, 3 alapvető prioritáson állt a programunk. Az első az Európához való csatlakozás, ez úgy gondoljuk, hogy ez fontos dolog, és természetesen ez az egyik fontos cél. Másik, vajdaság érdekei, illetve érdekképviselete, és természetesen a kisebbségeknek az érdekképviselete, természetesen a magyar szavazóbázisnak az érdekképviselete. Így tömören. Tömören. Én még azt kérdezném, hogy eddig a Tisza mentének nem volt képviselője a köztársasági parlamentben, most én ez is sikerült. Én kijavítanám, volt, mert az előző ciklusban Zsíros Jankelyt Janikó volt a Demokrata Párt részéről, úgy gondolom, hogy 2 évig parlamenti képviselője. Annyit javítanák, hogy a VMS-nek nem volt a Tiszamenti régióból parlamenti képviselője. A szavazópolgárok szavazatai alapján most sikerült, és ennek mindenféleképpen nagyon örülünk, mivel hogy 5 vagyunk a parlamentben, ez egy önálló frakció alapítására ad lehetőséget, amit úgy gondolok, hogy ez meg is fog és történni. És így lesz, vagy pedig várják a többi kisebbségi képviselőket is a frakcióban? Mind ahogy az elnök úr is kifejtette sajtótájékoztatóban, eddig ez így áll, hogy önálló frakció. Most arra kérem Áront, hogy akkor mondja el a tartományi választások eredményeit. Először is többségi választási rendszer alapján, vagyis a második forduló alapján előállt eredményeket ismertetni. A Demokrata Pártnak 41 jelöltje jutott be a tartományi parlamentbe a második fordulóba, ami magasan a legtöbb. A Szerb Haladó Pártnak 9, a Szerbiai Szocialista Pártnak 3, a Vajdasági Szociáldemokrata Ligának 2, a VMS-nek pedig 4 egyéni jelöltje lesz a tartományi parlamentben képviselő.
De most nézzük meg azt, hogy hogyan alakul a parlamenti patkó, hogyha ehhez hozzászámoljuk a listás választási rendszerben bejutó képviselőket is. Ez alapján a demokratáknak összesen 57 képviselőjük lesz a tartományi parlamentben, a haladóknak 23, a szocialistáknak 12, a Ligának 10, a VMS-nek 8, a radikálisoknak 5, a Szerbiai Demokrata Pártnak pedig 4 képviselője kap helyet a 120 fős vajdasági parlamentben, azzal, hogy a Liberális Demokrata Párt is szerzett egyetlen egy képviselői helyet. Köszönöm szépen. Pék úr, ön valamikor Zenta polgármestere is volt, és igen, gondolom, hogy most is ismeri a zentai helyzetet. Zentán hatalomváltás történt? Zentán a szavazás eredménye a következőek. 12 mandátumot szerzett a VMS, 10 mandátumot a Demokrata Párt, 3-at a Szerbia Egyesült Régió, 3-at a Magyar Polgári Szövetség, illetve 1 mandátuma van a nyugdíjas pártnak, illetve a Szocialista Párt koalíciójának. Mint tudják, 2010-ben történt egy hatalomváltás, amit mi VMS-ben úgy mondunk, és úgy gondolom, hogy ez így jön le, hogy akkor bennünket 3 ember váltott le, most pedig az egész város váltotta le a mostani vezetést. Ellenzékből olyan eredményt értünk el, amit úgy gondolom, hogy teljes sikerként tudunk elkönyvelni, megtartottuk a meglévő 12 mandátumunkat, úgymond megkerülhetetlenek vagyunk a kormányalakításban, mindenféleképpen az entai csapatnak ez nagy eredménye. Még egy-egy rövid értékelést kérnék arról, hogy a VMS hogyan szerepelt a választáson. Hát az Entán nagy sikere szerepelt, a többi önkormányzati választások azonban kevésbé sikerült így a VMS szereplése, és a Demokrata Párt nélkül tulajdonképpen szinte sehol se tud kormányt, illetve helyi kormányt alakítani, ami a tartományi választásokat illeti, ott a nagy változást nem láttunk. Én valószínűleg tartom, hogy a tartományi demokraták egy széleskörű koalíciót fognak kialakítani, és nem tartom kizártnak, hogy ismét a VMS kapja meg a tartományi képviselőházi elnöki tisztséget, nem biztos, hogy ugyanaz a személy fogja letölteni. Ami az elnökválasztásokat illeti, tudjuk, hogy a 4 évvel ezelőtti közös összefogással 90 ezer szavazat gyűlt össze, most 60-valahány ezer. Ez se nevezhető különösebb sikerrel. Én egy egész filmadatra hozzátérni, hogy egy fontos része volt a VMS választási kampányának, és szerintem is politikai értelemben jó húzásnak számított, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnököt meghívták, és teljes egészében a VMS mellé tette le a voksát, ami miatt a többi vajdasági magyar párt teljesen megzavarodott. Viszont az eredményekből ez nem látszik. Most 2 negatív következtetést tudok ebből levonni. Vagy Orbán Viktor nélkül még rosszabb lett volna az eredmény, vagy Orbán Viktor nem hozott semmit sem. Én még egy picit hozzátenném azért, más szemszögből természetesen. Mindenféleképpen, hogyha a köztársasági választásokat nézzük, akkor 1 képviselővel több van a VMS-nek, ami sikernek számít. A vajdasági parlamentet, hogyha nézzük, a pozícióját megőrizte, 8 képviselője volt, 8 maradt. Ami pedig a helyhatóságiakat illeti, lehetőség van, hogy az előző mandátumhoz képest egyáltalán több helyen legyen VMS-es polgármester. Ez hogy jön ki? Hát, hogyha a megfelelő koalíciók összeállnak, akkor 5 községbe van több mandátum a VMS-nek, mint a Demokrata Pártban, és az egy előző nyilatkozatok alapján akkor akinek több mandátuma van, ő adja a polgármestert. Eddig 4 községbe mondhattuk, így most az új választásoknál 5 községről beszélhetünk. Köszönöm. De ez még mind a jövő titka.
Köszönöm szépen, hogy eljöttek a stúdióba, majd a kormány alakításról egy másik alkalommal tudunk még beszélgetni, hiszen van még elegendő idő. Június 8-án igen, várható valószínűleg a parlament első ülése, vagy alakuló ülése, és akkortól számítódik a kormány alakításra szabott hány nap? 30 vagy 60 nap? Én úgy tudom, hogy szeptember 8-áig kell, hogy megalakuljon a kormány. Igen. A kormány. Köszönöm szépen! Nincs.